Sziasztok gamerek, remélem mindenkinek jól telik a napja. A Wargaming végre megosztott információkat a következő Battle Pass szezonról, a 10-es szezonról, ami március 1-én fog kezdődni, illetve ki is nekünk egy menő videót, amit meg fogunk nézni, plusz elmondom a legfontosabb tudivalókat a következő szezonokról, úgyhogy kezdjünk is a videóval, srácok! Ez most ez a sivatagi stílus lesz, ugye a tankoknál, ugye ezt már meg tudtuk nézni, hogy milyen tankok lesznek benne ugye a serverről. egyébként srácok elvileg a server is a, most hát bocsánat az 1.20-as patch váltás is ugye ekkor fog uh, bekövetkezni, tehát nem csak a Battle Pass indulára, hanem akkor uh, jön be a nagy patch váltás, vagy a pályaváltoztatásokkal a nagyon sok tankváltoztatásokkal, úgyhogy lesz bőven mit tesztelgetnünk igen Over three chapters. Három új tankot kapunk, és most három tankra kapunk skint. A Rhinocerosra. Rhinoceronte. Polyglot with the knowledge of Na nézek egyébként ki ezek a skinek, srácok Azt, hagyom, a a hogy ez legjobban a eddig. A what uh unites -huh. them is one goal and one common story that you will discover during season. Na milyen nyereményeket kapunk? Opa! Opa, srácok, amit már említettem nektek, hogy a következő szezonban ugye megjelenik egy új Bounty felszerelés, a jutalom edzés, ami olyan szempontból egyébként jó lesz, hogy ugye eddig a játékosok háromfajta edzést tudtak használni. Ugye használták a simát boostolatlanul, használták a búztolatlanul lévő edzést, mondjuk a jelenésztankoknál, vagy a td ki tudták azt választani field modokból, vagy esetleg médium tankoknál is van ilyen, illetve ugye van a lila um, HP busz, amit nagyon-nagyon kevesen tudtak eddig megszerezni, hiszen jól tudom, az csak a rangsor csaták alatt ugye lehetett szerezni, és az is nehéz volt uh, megszerezni, tehát a játékosoknak a nagy részének nincsen ilyenje, úgyhogy ez majd lehetőséget ad arra, hogy ezt a játékosok megszerezik, ami ilyen szempontból egy pozitív dolog, viszont a játéknak szerintem van egy olyan problémája, hogy konkrétan más semmit nem, nem lehet egy lövésből megtrekkelni, még a leg, talán a legnagyobb alfákkal igen, de a normál alfák, amik egy közepes tank, egy nehéz tankot nem nagyon tud trekkelgetni, és nem nagyon tudja kihasználni azt, hogy, uh, hogy körbeautóz. Ugyanaz a helyzet mondjuk egy könyű Nem, nem tudjátok kiátszani a nehéz tankot, mert legalább 3-4 lövés kell a trekébe, a javító készlettel együtt, mire ugye teljesen ugye, um, oda tudjátok lokkolni. És szerintem a játék egészségének szerintem ez, a, ez az egész hardeninges turbos történet nem tett jót, de ez majd a következő. Uh, téma lesz, hogy folytassuk tovább a videót. Jaj, <síns> mit <síns> <síns> milyen vicces a Wargaming ezekkel a mondatokkal. Ó, oh, nézzétek srácok, és visszatérnek ugye a Battle Pass pontokért megvehető Uh, skinek, Ugye nagyon-nagyon fontos elmondanom itt azt, hogy ez a bolt rész akkor nyílik meg, hogyha mind a háromnál ugye kivittétek a max szintet, tehát 50-50-50 szintet teljesítettek, azaz összesen 150-et, akkor tudjátok ezeket uh, megvásárolni. Illetve... Nézzétek, ugye megtaláltak ugye ezeket a, a skineket egészen a 7-es és a, 9-es évadból. Ugye a 8-as nem véletlenül elvileg nem rakta be a Wargaming, hanem ott volt a, Warhammeres warhammer ilyen kollaboráció, és lehet, hogy azokat majd nem is nagyon lehet megszerezni, vagy hogyha meg lehet, akkor mondjuk valós pénzért fogják berakni, úgyhogy aki megszerezte, az most nagyon örülhet magának, aki nem, az meg szerintem kicsit szomorú lehet, mert úgy látszik, hogy itt jelenleg nem lehet majd megvásárolni. Na nézzük, tokenekért kapunk. Oppá, jó! Kapunk új tankokat, srácok, tokenekért. Ugye két új tankot látok itt, az egyik a KPZ3 Projekt 07 HK, hosszabb név nem volt, idáig kiírhatták volna. Illetve a BZ58 kötőjel kettő, ami úgy néz ki, mint egy 50 TP körülbelül. És a, nézem, a régi tankoknak az árát meg nem nagyon uh, csökkentették, Sőt, nézzétek, a Cobra az 24-be kerül, kb. ugyanazok maradtak az árak. Vagy a Cobra az nem 21 volt? Valami nekem 21 émlik, de lehet, hogy 24 és csak rosszul emlékszek. Mert ahogy nézem, nem nagyon csökkentettek árat, ugye ezek a Phase 1, meg a, a az úgy, maradt 9, tehát, nem, nem, lettek olcsóbbak időben. Hm? Na nézzük a két új mit tudnak? Z582, with a powerful gun and reliable armor. Hát az amúgy tényleg a... Tehát, hogy amúgy én nem látok rajta amúgy turbókat. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy ez csak még most nincs rajta a videóban, én nem tudom, de hogyha megnézzük a tagnak a hátulját, egy pillanatra mutatják. Nézzétek? Tehát itt nincsenek rajta a kis rakéták, olyan, ami az egész BZ ágat ugye, um, úgymond leírja, vagy a fő feature -e a BZ ágnak. Úgyhogy, ha ez csak egy sima 50 TV Proto, ez nem lesz egy túl izgalmas tong. Na ez már izgalmasabbnak néz ki. Ez úgy néz ki, mint egy uders vagy egy STRV. Csenek is lesz, hogy a Siege, módba. Siege módja. Majd mindjárt megnézzük, majd egy kicsit közelebbről még a tankokat, srácok. A szezon közepén megkezdődik egy gyűjtemény. Uh -huh. Tehát ha azt írják, hogy három extra token tudunk szerezni, akkor az azt jelenti, hogy mindegyik tankkal, ahogy összegyűjtek ezeket a cuccokat, akkor egy-egy egyet kaptok, tehát összesen hármat, vagy mindegyiknél hármat, és akkor összesen kilencet. De én úgy értem, hogy mindegyiknél egyet, és akkor összességében hármat tudunk szerezni. Uh -huh. majd később kapunk információkat, ja, jó? Ha nézem, már itt nagyjából nem lesz semmi hasznos információ már csak, itt már csak videót mutatnak, jó sárcok, ezt azt nem fogom megmutatni, mert az, az nem lényeges nekünk amit még meg szeretnék nézni mindenképpen ugye meg akarom mutatni nektek a tankokat és kezdenék talán a BZ-vel na most hogyha megnézzük a 3D modelljét akkor igazából ez a tank egy, egy 50TP tehát így így körülbelül egy rosszabb páncél értéke rendelkező 50 TP, vagy hasonló páncél értéke rendelkezik. Ugye tornyozni majd azt lehet vele, mert 8 fokájú süllyedés kapotunk. Nézzük most a statisztikáit. A DPM mértéke nagyjából megegyezik az 50 TP-vel, kisebb alfát kap, az 50 TP 560-at kap, még ugye ez a tank, ugye 520-at, viszont pontosabb lesz nála a 0,35-ös pontoság az egyáltalán nem rossz erre az alfára, 0,38-al szembe, illetve itt láthatjátok, hogy 8 fokájú súlyedésre rendelkezik, ami azért le, akkor már lehet vele tornyozgatni, és uh, igazából mozgékonyság azt meg azt nézem, hogy uh, egy 13 lóerő per tonda az arány, és kb. ugyanannyival mennek. Úgyhogy uh, igazából ez a tank egy koppintása lesz az 50 pp-nek, ami nem feltétlenül egy rossz dolog, mert az 50 pp szerintem egy nagyon, -nagyon király tank az miatt. Ez egy picit kevesebben rendelkezik, de szerintem még így is egy uh, jó tank lesz. Az a gond, hogy semmi extra nincsen benne. Tehát, hogy, hogy ugye mennyibe kerül nekünk ez az egész történet, srácok? az egész történet kerül nekünk, 24 darab tokenbe, de most 24 token az, az a másik, hogy, csak bocsánat, a Koprával egy megegyező árba lesz, és nem tudom hány ember akarja mondjuk ezt a bézét a koprával szembe uh, választani, úgyhogy de lehet, hogy nem is lesz egy rossz, csak drágán árazta be a Wargaming, és szerintem ilyen 18-ra kellett volna, mint a Loreint, vagy mondjuk 21-re, és akkor uh, és akkor még tudtál volna helyette más választani a tokenekért. Na de a másik tanunk, ugye a, a Kampfpanzer, vagy KPZ 3 Projekt 07 HK, és én láthatjátok, hogy amúgy nagyon brutális DPM valatoknak, nagyon gyors, és ugye ennek is van egy siege módja, és ha normál módjában csak három fok ágyúsüllyedést kap, nagyon-nagyon kevés, azért lehet valamilyen szinten használni, de nyilván használni akarjátok a siege módját, ahol lemegy a DPM értéketek, ez annyira, ez ugye ezt, ez, ezt a feature-t a, nem tudom, a szedték, hogy ha átvált a Siege modra, akkor ugye pontosabbak vagytok, nézzétek meg, olyan pontosak vagytok, mint a legpontosabb tank a játékban az STRV uh, 103B, tehát lehet vele majd snipolgatni a DPM mértéketek az nagyon-nagyon az lemegy, és nézzétek meg, a 360 alfára 9 másodperces töltési idő, az nem lesz annyira jó. Ugye ez egy tier 9 es TD, azt még nem mondtam el egyébként, srácok, ugye ez egy tr 9 es nehéz ez pedig egy tr 9 es uh, TD lesz. 360 alfa az mm, tr 9 ben az egy picit szerintem kevés. Mármint, hogy ez a, tehát, hogy ezt a DPM-et nézem, akkor nem, de hogyha ezt a DPM-et nézem, akkor már kevés. Úgyhogy uh, majd ezt meg kell látnunk, hogy mi lesz, illetve 20 at tud előre menni, illetve 18-at tolatni a siege módjába, és uh, ilyenkor kap, ilyenkor kap, 9 plusz 3 fok és összesen 12 fok ágyűsérdés, mert ha megnézitek, hogy ennek ilyen furcsán mozog a, a, a löveget, tehát hogy még amúgy a, a tank testésűje tud mozogni, tehát nézzétek meg, ilyenkor még a segét is megemeli, plusz az ágyú sincsen teljesen lelokkolva, tehát hogy ez egy érdekes-érdekes tank lesz, mindenképpen szerintem mindenki ezt fogja majd először megpróbálni megszerezni, hiszen teljesen uh, új, illetve egy másfajta játék um, stílus nyújt majd. Én igyekszem letesztelni azonnal ezt a tankot, amit a Wargaming uh, a kezem... Közé adja. Nem tudom, hogy ez mikor fog megtörténni, nem tudom, hogy még a Battle Pass előtt megkapom majd ezeket, vagy, vagy sem, de ha nem akartok arról maradni, akkor mindenképpen iratkozzatok majd fel a csatornára. Úgyhogy uh, gémerek, amit még fontos lenne megbeszélnünk itt a Battle Pass-nál, az nem más, mint hogy egyébként a base rendszer amúgy az, tehát az alaprendszer az maradt ugyanaz, tehát 50 pont kell egy színnek a teljesítéséhez, és úgy és ugyanúgy ugye 50 szintet kell teljesítenetek, tehát összesen 150 szint lesz az, amit meg kell csinálnatok, és itt vannak ugye a tokenért megvásárolható itt vannak a tokenért megvásárolható tankok, és ugye ha elkezditek számolni a tokeneket, akkor ugye a kollekcióval együtt, a kollekcióval együtt tudtok egy szezonba, hogyha megveszitek az Improved Pass-t, Tudok farmolni 24 darab tokent, na most kérdeztetek, hogy elit, hogyha egy szezonban maximum mindennel együtt, tehát ha teljesen minden megcsinálok, akkor csak 24 tokent lehet szerezni, akkor hogy veszem meg a KPZ 3-at? Úgyhogy ez sehogy, vagy sehogy srácok, az egy, első szezonban nem fogjátok tudni ezt megvásárolni, össze kell gyűjtenetek a pontotokat, és a következő szezonnak az elején, amikor meg tudjátok szerezni azt a három extra tokent akkor tudjátok majd ezt a tankot kiváltani, tehát az első szezonban senki nem fogja tudni ezt uh, kiváltani, és ezért is spórolni kell a következő szezonra, hogy ezt ki akarjátok váltani. És ugye három darab szezon lesz, ugye egészen márciustól májusig fog menni az egész Battle pass történet, tehát ugye három alatt, ha beszorozzuk, akkor mindent megcsináltak az égvilágon, meg, meg is vásároljátok az Improved pass ami egyébként ugye a szezononként 7500 arany, hiszen 2500 arany per ugye tong, tehát ugye a Mausa is 2500, az Udesni 2500, meg a, meg a is, az ugye 7500, tehát ugye ezt még beszorozzátok hárommal, akkor um, eke költenetek a három Battle passra összesen 22500 aranyat, hogyha jól, jól emlékszem a számolásomra, úgyhogy azért a zsebetekbe kell nyúlni, hogyha mindent szeretnétek, és akkor tudtok 72 pontot összeszedni, és azért 72 pontból azért van gazdálkodási lehetőségetek, hiszen akkor meg tudjátok vásárolni ugye az új kis TD-t, ugye akkor levonunk 27-et, ha marad még mindig 45 pontotok, akkor ha esetleg a szerződő szezonban még nem vásároltatok a kobrát, akkor ték fel, még a kobrát is meg akarjátok szerezni, akkor még mindig marad 21 pontotok, akkor mondjuk még vesztek mondjuk a bandit cuccot, akkor leveszünk még hát, akkor marad még 18, és akkor még, még ki tudtok venni innen tankot, vagy kivesztek a loreint, t a Kunzepanzert, akkor van bőven lehetőségetek, Viszont, hogyha fritplay játékosok vagytok, és erre az egészre nem költöttek aranyat, akkor maximum 45 pont tudtok szerezni, és azért már ott limitáltak az opcióitok, hiszen ha megveszitek a, a, az új TD-t, akkor például egy kobrára már nem jut pénzt, vagy nem pénz, nem jut tokenetek, és um, hát igen, akkor át kell gondolatok, hogy mit szeretnétek, Úgyhogy srácok, ezt mindenképpen tartsátok majd figyele, vagy tartsátok majd észben, amikor vásároljátok a, a tankokat, illetve gyűjtitek a tokeneket, hogy a végső soron ti mit szeretnétek. És ugye amúgy a 45 pont az az, hogy teljesen végigviszitek mindent, csak ugye nem vásároltok meg a, 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 az improved pass, tehát hogy ezt majd mindenképpen tartsátok kézben. És srácok, egyébként amit én ajánlok majd innen, nyilvánvalóan a két új tankot nem tudom, hogy milyen lesz, tehát arról majd, arról majd jön egy elemzésem, és akkor majd megmondom, hogy mennyire megérős vagy sem, de én azt gondolom, hogy a kettő közül ez megérős lesz, ez a BZ, ez nem igazán, ugye ezen kívül, ugye a Cobra az bármennyire is szarulási kimondani, nyilván ugye az embereknek megérős, hiszen amúgy örülök is nekem, hogy feltétlenül nem csökkentette a Wargaming a a, az árát ugye ennek a tanknak, hiszen eléggé tönkreteszi szerintem a tier 9-es, tier 10 meccseket is ö, sokszor ez a tank, úgyhogy nem hiszem, hogy tele kéne ezzel a matchmakinget. Ugye a lorraine azt szerintem nem éri meg megvásárolni, még mindig föl, de milyen árért, a Kunze Panzer szerintem még mindig nem egy megérős tank, szerintem ez a TD sem megérős, illetve az object sem megérős. Szerintem, ami innen érdemes kiváltani egy összességébe, ugye az a sárfutúr, a phase ezek nagyon királytankok, a, ugye a banti cuccok, és talán a kötvény, és ugye még a, az új kis TD. Úgyhogy srácok, előre ennyi az, amit uh, el szerettem volna nektek mondani. Én nézem, hogy itt a kis jegyzetemből ki az, kihagytam el valamilyen információt, de szerintem nem. Szerintem ez, amit a lényegében tudnatok kell. Tehát tehát ugye 72 pontot, 72 token tudtok összes zsigerbe szerezni, hogyha megcsináljátok a, a gyűjteményt, és ugye megveszitek az Improved pass és, 45 token tudtak ugye szerezni, hogyha nem veszitek meg az Improved Pass-t. Egyébként jó tudom, a gyűjtemény akkor is benne lesz, hogy, uh, Hogyha nem veszitek meg az Improved párt és úgy 45, hogy megcsináljátok, tehát adnék meg azt 42. Úgyhogy, srácok, remélem tudtam ezzel a videóval segíteni. Kommentben mindenképpen írjátok meg, hogy ti melyik tankot várjátok, melyiket szeretnétek kiúzni. Én mindenképpen kíváncsi leszek erre az új. Udes, uh, bocsánat, igen, az nem td, mindig udestédi-t akarok mondani, de erre a német tédrére mindenképpen kíváncsi leszek, és kommentben majd mindenképpen írjátok meg. És hogyha hasznos volt nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsétek el dobni egy feliratkozást, ha nem akartak lemaradni a tank bemutatókról, és ne felejtsétek el csatlakozni a Discord szerverem, nagyon jó a közösségünk, bármi kérdésetek van, ott fel tudjátok rakni, vagy nekem, vagy a közösségnek. Ha pedig támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor csatolatagát tudok válni, illetve lesz egy köszönetgom a videó alatt. Srácok, legyen szép napotok, jó csatájátok, És akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Sziasztok!